Szóval, az első dolog, amivel kezdek, az a listaírás. Ez minden utazásnál elengedhetetlen számomra, ugyanis ezzel biztosítom azt, hogy nem fogok itthon hagyni semmit. Bár így is előfordul azért, hogy néha itthon marad valami ennek ellenére. De így kisebb az esélye, és többször ott van nálam minden, ami kell. Ilyenkor mindig átgondolom, hogy mik azok, amik biztosan kellenek. Első körben nyilván az ilyen legalapabb dolgokat írom föl. Amit semmiképp sem szabad elfelejteni, bepakolni, hogyha olyan helyre mentek, ahol más dugó van, az az átalakító, mert nyilván odakint is tudtok venni, ha úgy van, nem drága egy ilyesmi, de azért jóval megkönnyíti az életet, ha van egy ilyen. Illetve akár vihettek, hogyha befér és hosszabb útra mentek, egy ilyen hosszabbítót, amiben tudjátok, ilyen több konnektor is van, és akkor csak mondjuk ezt az egyet bedugjátok ott Angliába, ide bedugjátok a magyar konnektorral rendelkező hosszabbítót, és akkor több dolgot tudtok tölteni nyilván egyszerre, vagy több dolgot tudtok használni egyszerre a magyar dugójával, úgyhogy ja, ezt nem szabad elfejteni. Még egy fontos dolog, mielőtt elindultok, sőt, mielőtt akár megvennétek a jegyet, hogy egy csomószor van olyan, legalábbis velem sokszor megtörtént már, hogy nézegetem a repjegyeket, ugye mozgatom ide-oda az időpontját az utazásnak egy-két nappal, és egyszer csak azt teszem észre, hogy megnőnek az árak. Nem feltétlenül túl sokkal, de olyan is akad, amikor bizony nem kevés pénzzel lesz több a végére a repülőjegy. Ilyenkor csak nyitok egy új ablakot inkognitóban, és nem fogja tudni, hogy honnan keresik fel a weboldalt, szóval az eredeti alacsony áron fogja nektek mutatni a jegyeket. Aztán itt van a programnak az összeállítása. Nem feltétlenül kell előre kitalálni, hogy mit, mikor szeretnél csinálni. Én egyébként kiszoktam, de ha nincs nagyon ötletetek, hogy hova menjetek, akkor nyomás a Pinterest. Ahol rengeteg ötletet tudtok találni, hogy mit érdemes csinálni. Például 3 napot töltesz Londonban, vagy 5 napot töltesz Londonban, 15 dolog, amit muszáj megcsinálni Londonban, vagy megnézni, tehát csomó jó dolgot találtok itt, nyilván nem csak Londonról. Amit még én szoktam csinálni, és szerintem egy tök jó kis hack, ha bármi probléma történne, hogy kifotózom a telefonomba a fontos irataimat, illetve a beszállókártyát. Ez tényleg jó jön azok az alkalmakra, ha esetleg ellopják a pénztárcádat, vagy elhagyod a pénztárcádat, meg legyen azért minden adatod. És amit még el szoktam végezni mindenképpen indulás előtt, és javaslom, hogy ti is végezzétek el, mert így sokkal kellemesebb lesz az út, vagy hogy mondjam, nem fogtok ilyesmiken gondolkozni, az mindenféle szépségápolással kapcsolatos dolog. Én ilyenkor szoktam például kiszedni a szemöldökömet, hogy azt minél később kelljen újra, és például, ha ilyen rövid útra megyek, mint most, akkor ne is kelljen egyáltalán. Hogyha önbarnítóznék, akkor valószínűleg azt is ilyenkor kenném fel, illetve a szemöldök festékemet is ilyenkor kenném fel. Körömfestés, ilyenek, amikkel ott már annyira kint nem akarok foglalkozni, ha rövid időre megyek. Nyilván, ha hosszabb időre megyek, akkor elkerülhetetlen, de akkor is szeretem egy nappal előbb megcsinálni ezeket, hogy aztán minél később kelljen újra. A következő tip is nagyon fontos, leginkább akkor érdemes figyelembe venni, ha az ember hosszú útra készül, de röviden után is nyilvánvalóan. Ez pedig az, hogy lájtosan egyél előtte, ugyanis odafelt csökken a légnyomás, viszont a hasadban lévő gázak ezáltal egy kicsit megnőnek, hogy mondjam. Ez hasfájás tud okozni, szóval ezt ne tegyük amúgy se rosszabbá, és együnk minél lájtosabban ilyenkor. Következő két tip magától érthetődő egyszerű dolog, de ezért mégis elmondom őket. Az első nyilvánvalóan az, hogy utaz kényelmes ruhába, és minél hosszabb a járatod, annál kényelmesebben. Szóval, ha kell, akkor maci-naciba vagy ilyesmi, mert tényleg sokkal jobban fogod magad érezni a gépen, ahogy ide-oda mocorogsz, akár 12 órán keresztül megéri. A második tip, ami a kényelemmel kapcsolatos, az pedig az, hogy ha bármilyen kézipodját felviszel a gépre, akkor az mindenképpen hátizsák legyen, ugyanis ebben egyelően oszlanak el a cuccok egyrészt, tehát sokkal könnyebb lesz cipelni az egész út során, másrészt pedig kevésbé roncsolja a gerincedet. A következő hack is nagyon magától érthetődő lehet, nem mindenki gondol rá első körben, főleg nem akkor, ha nem tapasztalt vlogger, ez pedig az, hogy dokumentáld az utazásodat, mert később elképesztően jó érzés lesz visszanézni, és ezt
tapasztalatból mondom, én igazából a vlogokat magamnak töltöm fel a csatornámra, úgyhogy nagyon javaslom, hogy mindenképp készítsetek videókat is, illetve képeket is az utatokról. Ami még mindenképp nagyon fontos, hogy próbáljatok olyan időpontot választani a repüléshez, hogy ne legyen később jetlegetek, amikor odaértek a célponthoz. Célszerű azokat a járatokat választani, amik délután este fele érkeznek meg, hiszen ilyenkor már csak kevés időt kell eltölteni az adott helyszínen, és aztán mehetsz is az ágyba, és másnap kipihenten kezdhetsz neki az új napnak, a város felfedezésének. Míg, hogyha kora reggel érsz oda, egy nagyon hosszú járat után, akár 10-12 órás repülőjárat után, akkor azért úgy nehéz lesz kibírni azt a napot pihenés nélkül, és megmarad a jetlag, nem tudsz átállni, én ezt javaslom. Ami még most így eszembe jutott, és ez is lehet, hogy tök nyilvánvaló, de fontos rá odafigyelni, hogy amikor kimentek a városba, akkor nyilván vigyáztok a cuccaitokra, hiszen ki tudja, azokat a városokat nem mindig ismerjük, ahova megyünk, vagy milyen a környék, meg hasonlók, és ezért érdemes olyan kabátot vinni, aminek itt elől ilyen egészen nagy zsebei vannak, amik pakolhatók, ugyanis sokkal biztonságosabb nyilván, ha ide teszitek magatok elé tulajdonképpen a cuccokat, mondjuk a hátizsák vagy ilyesmi. Ilyenkor nekem szokott lenni egy olyan zsebem, amit így nyitogatok, ide szokott kerülni mondjuk a telefon, amit elő szoktam venni, vagy jelen esetben Oyster kártya, ami ugye az utazásban segít. A másik zsebembe pedig teszem azokat a dolgokat, amiket nem feltétlen veszek elő. Mondjuk a pénztárca most, mert nem tervezek ma már vásárolni, viszont mindenképp magammal viszem, és szeretném biztonságba helyezni. Vagy Európán kívüli utazásnál ugye ide kerülhet az útlevél is, amit szintén nem vesz elő az ember egy városnézésnél, de nem baj, ha nálunk van. Tehát ez a zseb, ami nem fog feltétlen nagyon sokszor kinyílni a nap folyamán, úgyhogy nagyon-nagyon biztonságban vannak.